A szakszervezet nyílt levelében Milos Vúcsevics polgármestert és Szinisa Szévicset, a képviselőtestület elnökét vádolja még azzal, hogy maguk alakítják a foglalkoztatási politikát. A szakszervezet állítása szerint megszekték az állami szervekben dolgozók munkaviszonyát szabályozó törvényt, mert a városi szolgálatok vezetőit, helyetteseiket és segédjeiket pályázat nélkül állították munkába. Csupán a forma kedvéért jelentetik meg a pályázatot a város hivatalos Lapjában. Ezek kimondottan a pártkatonáknak szólnak, ugyanis csak ők követik a hivatalos lapot. Az egyszerű polgárok a Nemzeti Munkaközvetítő által megjelentetett pályázatok alapján keresnek munkát, állítja a szakszervezet. Arra is figyelmeztetett, hogy a városi vezetőségben politikai mobbing uralkodik, mert észszerűsítéssel fenyegetik a dolgozókat, miközben 200 olyan új munkást vettek fel, akik kapcsolatban állnak a hatalmi pártokkal, viszont a politikai szempontból nem megfelelő dolgozókat elbocsátották.